A 2018-as esztendő első komáromi újszülöttje Natália Lilien, aki január 1-én 9 óra 20 perckor jött a világra, természetes szüléssel a városunkbeli kórházban, a jövevény 3550 g súllyal és 49 cm magassággal látta meg a napvilágot. A család második gyermekét, 3 éves fiú testvére várta otthon. Városunk új polgárát és édesanyját Stubendek László polgármester és Keszeg Béla alpolgármester is meglátogatta, a kórház igazgatója Miroslav Jaska és a szülészeti osztály főorvosa Sebő Zsolt kíséretében. A város minden évben 500 eurós támogatást ad az elsőszülött gyermek szüleinek, és ez most is így történt. A Környezetvédelmi Minisztérium pályázatának köszönhetően megújult a Városi Művelődési Központ, a több mint 131 ezer euróból új nyillászárókat kapott az intézmény épülete. A siker Bastonár Tibor parlamenti képviselő közbenjárásának köszönhető, és annak, hogy Komárom városa további 10 ezer euró önrészt és további 6 ezer eurót biztosított a projekt kidolgozására és a közbeszerzésre. A munkálatokat a Renosszabmal Kft. Végezte el, amely rugalmasan dolgozott, így egyetlen meghirdetett programot sem kellett lemondani, mondta el Varga Anna, a kulturális intézmény igazgatónője. A Sé János Gimnázium 9. alkalommal rendezte meg a 24 órás karácsonyi maratoni röplabdatornát. Fiala Andrea és Gyurenka István főszervezők elmondták, hogy az idei maratoni röplabda rendezvénybe 140 diák jelentkezett be, akik menet közben különböző felállásban cserélődtek. Az esti órákban az iskola öreg diákjai is pályára léptek, és másnap reggeltől délig a komáromi alapiskolák tanulói zárták le a sporteseményt. A szponzoroknak köszönhetően minden gyermek sportmezt, pizzát, kalácsot és csokoládét is kapott.